Sziasztok! Most egy kacsa mellett fogunk elkészíteni vegyes zöldségkürettel. Hogyha gondoljátok, akkor tartsatok velem a videóban. Ennek az ételnek a hozzávalói a kacsa mellen és a vegyes zöldségen kívül, ugye a fűszerek, amik állnak sóból, borsból, bazsalikomból és még kettő vegyes fűszerből. Első körben meg fogom tisztítani a kacsát, és utána a húsos feléről eltávolítom az inakat, a másik oldalról pedig ugye az esetleges bennmaradt tokokat, illetve a bőrét meg fogom vágni. Ez meg is történt, szerencsére nem volt sok dolgom vele, mert nagyon szépen elő volt készítve, egy pár inat távolítottam, csak el tok nem volt benne, úgyhogy szépen beírdaltam, illetve feltettem egy serpenyőt előmelegedni, illetve a sütőt is 110 fokra állítottam be. Nincs más dolgunk, mint bőrével lefelé egy a száraz serpenyőbe belehelyezzük a kacsát. És várjuk, hogy a zsír kisüljön belőle. Körülbelül a bőrös része elő van sütve, most megfordítjuk. Látszik, hogy milyen szép piros, és hogy mennyi zsírja van. Most megfűszerezzük, ugye sót rakunk bele, borsot rakunk bele, bazsalikomot rakunk bele, az egyik vegyes fűszerből is egy keveset, és a másikból is egy keveset. Amint látszik, gyönyörű szépen elősült, mindkét oldaláról adtunk neki egy kezdő réteget, és akkor most berakjuk a előmelegített sütőbe. Egy bőrrel felfelé fogjuk megtenni, mert ugye még a zsír hozzásegít ahhoz, hogy ne szárítsa ki a húsunkat. Beállítottuk szépen 45 percre, szépen kellemesen átsüljön. Nagyon szépen alakul a húsink, egy 10 perc van körülbelül hátra, és most annyit csinálok, hogy ugye ne száradjon ki, hogy egy picit meglocsolom, és utána mehet vissza a sütőbe. Látszik egyébként, hogy mennyi zsír teresztett, és úgy nagyon-nagyon szuper illata van. Na dobjuk még vissza egy 10 percre, és akkor el is készült. Letelt a sütési idő, igazából istenien néz ki, és nagyon-nagyon jó illata is van, de én egy kicsit jobban átsütve szeretem, úgyhogy azt fogom csinálni, hogy fölvágom szeletekre, és még egy 10 percre visszateszem. Fölvágtam tehát ilyen apró szeletekre, tényleg nem győzem hangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon brutálisan néz ki, úgyhogy még adunk neki 10 percet. Utána elkészítjük a köretünket, az már gyors lesz, és akkor ehetünk is. Tökéletesen elkészült, ugye tehát először is látható, hogy mennyi zsírja maradt. Ezt majd ki fogom tenni egy apró tálba, és jó lesz később kenyérrel megenni. Illetve ugye itt vannak a húsik, iszonyat jó. Annyit fogok még vele csinálni, hogy azokat a zsír darabokat, amik rajta vannak, azokat szépen lefejtegetem, és azt kidobom. El is készült az étel, elég sok zsírja is lett, illetve ugye nagyon-nagyon szuperul néz ki, iszonyat jó az illata is. Annyit még el kell mondanom, hogy ennek a húsadagnak a felét fogom megenni, mivel elég drága étel ahhoz, hogy egybe befaljam. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem tudtam segíteni ismét egy jó recepttel. Sziasztok!